Nincs. Meg a Sallai De várhatóan 19 műsorszámunk lesz, nagyrészt versek, dalok, és aztán természetesen egy pár jelenet, verses mese, és két táncot fogunk majd látni. Abban a sorban én mindig fogom mondani, hogy ki következik, és azt is, hogy ki készüljön föl. Tehát a forgatókönyv szerint az első versenyző Szabó Tíme a negyedik osztályos tanuló, és tangó harmonikázni fog nekünk. Amikor még 20 esztendős nem voltam,
után megkértem a részemre, mind a 12 hibát levelnem. Az egyiknek kicsi voltam, az volt baj, a másiknak szőke voltam, az volt baj. A harmadik szememet ki kellette, a negyedik van gyomom keveselte. Ötödiknek miért nem jöttem balépán, hatodiknak, hogy nincsen édesanyám. Hetediknek cigaretta fűs nem kell, nyolcadiknak nagy bajuszul legékel. Kilencedik pipa füstjét nem állja, a tizedik szép szeretőit várja. Tizenegyediket anya nem adja, tizenkettedik már megfélhet soha. Így hát nekem házasodnom nem lehet, szomorúan töltöm el életemet. Szomorúan töltöm el a világom, katonának magamat beiratom. Helyfosztóka, kukoricafosztóka, hogy ott voltam, nincs nyugalmam azóta. A szívem is mindig sírni akarna, szerelemtől fosztott meg egy kis barna. 12, 13, 14, mondd meg nekem, barna kislány, hová mégy? Elmegyek a régi szeretőm után, megkérdezem, szeret-e még igazán. Elmegyek a régi szeretőm után, megkérdezem, szeret-e még igazán. Költöznek a füsti fecskék, vadlibák és gyurgyalagok, a gólyák is délre húznak, követvén a kóbornapot. 6-7-es madár fióka, sírva száll az égi pályán, panaszosan csivitolja, nem bírom már tovább, anyácskám. Fecske mama tétovázik, aztán rámutat a napra. Látod azt a sárga labdát? Azért lesz, aki elkapja. A kis fecske újra élen, játszani a kedve megjön. Elkapom a sárga labdát, megjárt, én leszek az első. Száll a nap rugalmas ívben, száll a kis madár utána. Labda üző fiskedéllyel érkezik meg Afrikába. Őszi szélben, őszi sárban, már tavaszt idéz az álom. Várjuk, hogy fecskénk a nappal labdázgatva visszaszálljon. Nékem, anyu, védj egy hegyet nékem, olyan magasat, ha elfárad, ráülhessen csúcsára a nap. Erdejében madászáljon, róka kölyök özfiácon, olyan hegy legyen. Aztán végett tavat nékem, olyan nagyot, egyik partról a másikra el nem láthatok. Hadd bámulják a sirályok, ha én azon vitorlázom, olyan tó legyen. Aztán védj nekem egy rétet, piros, sárga, kék, virágokkal legyen tel is teli az arét. Ahány tücsök oda gyűjjön, hogyha kérem hegedűjön, olyan rét legyen. Ha csak ez a kívánságot könnyen tehetem, meg sem veszem, amit kért, és mégis megveszem. Tiéd már a Mátra Börzsöny, Balatont is néked őrzöm, s mind a réteket. Ha tavasz jöhoz új zöldet, a tél zuzmarát, hogyha zöld, ha ez ügybe, tiéd minden ár. Tiéd, mint a kert alanka, cinkerigó búbos banka, s mennyi szép madár. Öreg folyó jár dúdolva, partifák alatt bukfencezik kövölsziklán sok kicsiny patak. Szólj nekik, csak arra várnak, s mintha volna kezes nyájad, mind hozzád szalad, mind hozzád szalad. Like he does the mambo, and he's an alien that is so very sexy.
is elvonulnak. Gárdonyi Géza, a kutya meg a nyúl. Valamikor réges-régen, a világnak kezdetén, minden állat békességben érdegélt a föld színén. Ki volt akkor nagyobb úr, mint a kutya meg a nyúl? Erdőn mezőn együtt jártak, együtt ettek, együtt háltak. Megosztották, amit fogtak, szóval jó barátok voltak. Amikor a tél vár és a hideg hó leszáll, azt mondja a füles nyúl, rakjunk tüzet, aki lelke, ne reszkessünk a hidegbe. Nos, a hamar gajak szemnek, tüzet raknak meleg szemek, melegítik bundájukat, által fázott írhájukat. Hely, de jó meleg télen, havas zord erdő szélen. Azt mondja a vidám nyúl, játszunk egyet, kutya úr. Mit játszunk, te lakodalmat? Jó lesz, játszunk lakodalmat. Cincogjunk meg, brumogjunk, ugráljunk meg, táncoljunk. Felszökken hát a víg nyúl, szembe vére, kutya úr. Ugrandoznak, bokáznak, keringélnek, cicáznak, és hogy a táncot szebben járják, egymást hop-hop átugrálják. Hanem íme mi történik az állatok idegén. Amint ott ugrándoznak, nevegélnek, bolondoznak, megölte a kutyát a nyúl, s tűzbe ugrott kutya úr. Vau! Üvölt a kutya, mit csináltál, te buta? S ahogy így rája fúrjantott, a farkába kaffantott. A nyúl utcú vesdel magad, farka nélkül tovább szalad. Nem kergeti a kutya, leégett a papucsa. Azóta csepp a nyúl farka, s mesztelen a kutya talpa, azóta van, hogy a nyúl fut, ha jön a kutya úr. Posta reggel, egy száraz tölgyfa levelet, néhány sor zöld szöveggel, az állt rajta, hogy eljött az ősz, a nyár időnek vége, most már a néma télre vár az erdő és vidéken. A mackó barlangjába bújt, elköltöztek a fecskék, a tisztásoknak zöld fülét, lerágták, mint a kecskék. Nem hegedül a zenekar, nagy most a tücskök gondja, és új divatuk alapot nem visel már a gomba. Szétosztotta a körtefa, a fanyar vackolt régen, nincsen levél a bokrokon, és pippang sincs a réten. Minden lakó elrejtezett, üres az erdő ára, s a szélső fán egy tábla lóg. Téli szünet van, zárva. Látom, menyecske, élt egy szép, módos lány. Már eladó sorba került, sok legény megkérette, de mindegyiknek kosarat adott. Egy vasárnap délután együtt beszélgettek a legények a kocsma előtt. Hát kiállott közülük egy jóvágású szegény legény, és azt mondta, ti már mindnyájan kosarat kaptatok, de én még nem. Elmegyek ahhoz a büszke lányhoz, megkérhetem én is? Elment. Ahogy befordult a konyha ajtón, a lánya búvosan ült, onnan püstogott a legényre. Adjon Isten jó napot! Adjon Isten fiam neked is! Mi áradban vagy? Kérdezte a lány anyja. Elveszem a lányukat, ha nekem adják. Az apa helyett a lány szólalt meg a búvosról. Tudja, mit mondok én magának? Mit? Én eddig mindenkinek kosarat adtam, de magához elmegyek feleségül. De nagyon gondolja meg, hogy elvegyen engem, mert bennem kutya természet van. Ha megharagszok, két hétig is elüllök a búboson, úgyhogy nem szólok senkihez, és nem dolgozok semmit. Azt mondja a legény, mindnyájunkban van valami hiba, tám még magában is, bizony bennem is. Milyen hibája lehet magának? Ha vizet iszok, attól berúgok. Ha bort iszok, attól kiózanodok. Na, még ilyet sem hallottam világéletemben, hogy a víztől is be lehet rúgni. Márpedig én attól rúgok be. No, hamarosan megtartották az esküvőt. Éltek, mint a szelíd galambok néhány hétig. Egyszer aztán fordult a kocka. Az ember éppen az istállóban dolgozott a marha körül. Ment be, hát a feleségi a búvoson gubbasztott.
Édes felségem, kész is nekem reggeli, mert szántan indulok. Mi bajod van, hogy a búbosra telepettél? Ennyit vetett oda a fiatalasszony. Egyebet semmit. Mit tehetett az ember? Evett, amit tudott, aztán elment szántani a béres gyerekkel. Ahogy este hazajöttek, a sok apró jószág, kinn az udvaron, étlen szomjan. A többi állat meg rágta az ajtót, a csikó nyerített az istállóban, a borjú bőgött. Édes felségem, nem sajnálod azt a sok szegény állatot? Miért nem tartod jól őket? Gyere le, főzzél vacsorát! Ennyit vetett oda az urának. Mit tehetett az ember? Evett, amit tudott. A harmadik napon azt mondja a fiatalember a cselédgyereknek. Eredj a sűrűbe, vágjál 4-5 vesszőt, olyan vastagot, mint az ujjam. Aztán menj haza óvatosan, hogy ne lásson meg, az asszony. Aztán húzódj fel a padlásra. Nem sokára megyek majd utánad. És ha majd azt mondom, hogy édes jó Istenem, adjál nekem egy szál vesszőt, akkor hajíts egyet. Úgy volt, ahogy megbeszélték. Megy haza a fiatalember, hát a feleségi, még akkor is a búgoson gubbasztott. Édes felségem, nem sajnálod azt a sok szegény állatot? Miért nem tartod jól őket? Gyere le, főzzél vacsorát, mert már harmadnapja nem ettem főttételt. Ezt felelte a fiatalasszony. Maga elé vette a vizes vödröt, iszogatott belőle, elkezdte az éneklést. Hely, dere, 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 hely, dere, dere. A menyecske csak nézte, ivott még egy bögrével az ember. Hely, dere, dere, hely, dere, dere. No, elkiáltotta magát az ember az ének után. Édes jó Istenem, adjál nekem egy szál vesszőt! Erre levetette a béres gyerek az egyik vesszőt. Aztán nekilátott a verésnek. Ütötte, verte az asszonyt, ahol értem, amíg a vesszőből egy darab maradt. Aztán megint. Édes jó Istenem, adjál nekem egy másik vesszőt! Levetette a béres gyerek a másikat is. Azt is összetörte az asszonyon az ember. Erre levetette a béres gyerek a legvastagabbat. No, a menyecske már reszketni kezdett, leugrott a búbosról, kapta a vödröt, kizuhintotta belőle a vizet, aztán úszdi a pincébe. Telehozta borban. Édes párom, igyál, igyál! Jaj, hogy száradjon ki minden kút a világon, hogy ennyire kifordít a természetedből. Az ember itta a bort, aztán úgy tett, mint aki magához tér. Az asszonynak szemrehányóan mondogatta. Látja, milyen részeg volt? Látja, hogy véres levet? Mikor? Jaj, még erre sem emlékszik, annyira berúgott a víztől, de ezután ne cseppet se igyon, csak bort. Aztán megfajtásultak, megbékélve mondta az ember. Haragszol-e még, asszony, hogy úgy megvertelek? Magára már nem haragszok, csak arra a jó Istenre. Mert akárhányszor kért tőle vesszőt, mindig adott magának. Aztán szép életet éltek, sohasem volt köztük háborúskodás. Mese. Élt a világon egy öreg ember a feleségével. Gyerekük egyetlen egy se volt, mindenük egy kecske. Az ember semmilyen mesterséghez nem értett. Bocskort font, ebből élte.
Történt egyszer, hogy az erdőben ment az ember kéregért, a kecske meg szaladt utána. Hát ahogy odaérnek, az ember szedi a kérget a fáról, a kecske meg kószál, füvet csipeget itt is, ott is. Ahogy csipeget egy helyütt, besüpped a két melső lába a porhanyós földbe. Kapja magát, kaparni kezd azon a helyen, és kikapar egy fazék aranyat. Látja az ember, hogy a kecske nagyon kaparja a földet. Oda megy, meglátja a kincset. Te, drága jószág! Felkapja a fazekat, s úgy meg sem állt hazáig. Mutatja a feleségének. Nézd meg, anyu! Mit talált ez a drága jószág? Na, apjuk, ezt a sok kincset azért kaptuk örökségünkre, mert olyan hosszú évekig ínsíkeskedtünk. Most végre élhetünk kedvünkre. Nem, anyuk! Nem jól mondod? Ezt a pénzt nem a mi szerencsénk hozta, hanem a kecské. Kíméljük meg hát ezt a drága jószágot, becsüljük meg jobban a szemünk világánál. Attól fogva minden gondjuk a kecske volt. Őrizték, ápolták, és maguk sem szenvedtek szükséget semmiben. Sokára, nem sokára, egyszer megbetegedett a kecske, és kimúlt. Tanakodik a két öreg, hogy mit csináljanak vele. Ha kidobjuk a kutyáknak, megszólnak a népek, hiszen minden szerencsénket neki köszönhetjük. Tudod mit? Inkább elmegyek a pópához, és megkérem, hogy temettesse a kecskénket keresztény módra, ahogy a más halottat is szokás. Felkészül, megy a pópához. Adj Isten, szent atyám! Adj Isten, galambom! Mi az ott ide? Egy kérésre jöttem, szentatyám. Na, csapás érte a házamat. Elhalálozott a kecském. Temesd el, arra kérlek. Azt meg az ember mindenedet! Mit ki nem talál? Egy füles kecskét akarsz eltemettetni velem? De hiszen ez a kecske igazítő keresztény volt. Halálos ágyán 200 rubelt hagyott rád örökül. Ennyi, te vén bolond! Értsük meg egymást! Hisz nem azért szidlak, mert el akarod velem temettetni a kecskét, hanem mert ilyen sokáig nem tudattad velem a kimúlását. Bizonyos, hogy már rég meghalt, és nem most. Sihez, szaladját a kántorhoz, és mondd meg neki, készüljön meg, mindjárt megyünk kecskét temetni. Sihez, gyere! Készülj Kántor apám a halottamat kísérni. Kit halt meg? Ismerted a kecskémet, apám? Ő halálozott el. Ne bánts, apám! Tekintsd azt, hogy a kecske igazítő keresztény volt. Halálos ágyán 100 rubelt hagyott rád, amért elbúcsúztatod. Elnyeked én bolond. Miért nem tudattad velem előbb, hogy kiadta így a szívből lelkét? Sies a harangozóhoz, mondd, hogy húzzanak a lélektelen. Gyere, húzd meg a lélekharangot a kecskébe! Micsoda? Van képen a kecskének? Jaj, erezd már el a szakállat az Isten szerelmére, hisz ez a kecske igazítő keresztény volt. Halálos ágyán 50 rubelt hagyott rád a temetéséért. De miért köslekedtél ennyit, Hékás? Már rég szólhattál volna, hogy húzzam meg a harangot a lelkéért. A gyülekezet tagjai között sok szó esett a dologról, annyira, hogy még a püspök fülébe is eljutott a hír, hogy ez meg ez a pópa keresztényi temetést adott egy kecskének. Maga elé rendeli a püspök a pópát, meg a szegény embert, és kérdőre vonja.
Hogy mertétek a kecskét eltemetni? Micsoda istentelenséget bűveltetek? De hiszen ez a kecske igaz hitű keresztény volt. Halálos ágyán 1000 rubelt hagyott szentségedre. Aj, te oktalan vén ember! Hisz nem is azért szidlak, mert eltemettetted. De miért nem adtad föl neki az utolsó kenetet? Tűzmaró csücsülelemben faldossa fákat, falánkat. Kéne gyere tűzmaró, rőt szakáló papaló. Kén nincsenek pirosak, veresek, a meleget hiába keresek. Mert a fák teresek, a mezők havasak. Maradj a kályhában, ott pattint szikrákat, ott szízd a parasat. A pletykás asszony, magyar népmese. Volt egyszer egy ember meg egy asszony. Az asszony Trézinek hívták, az embert meg Ambrusnak. Trézi olyan asszony volt, mint a veszedelem. Ambrus meg olyan áldott jó ember, hogyha a falra csapták volna, ott maradt volna. Trézi szeretett falukászni. Szerette hordozni a híreket egyik házról ki, a másikba bé. Ambrusnak meg az volt a szokása, hogy esténként, amikor elvégezte a munkáját, eldöllögött a kocsmába. Egy kicsit elpoharazott a komákat, és aztán hazament. Egy este a kocsmában azt mondta a komája: komám ura, én a gentejbe megütném a feleségének. Ugyanbiz, mit vétett kennek az én asszonyom, hogy kendiet tenne? Kent nem vette számát, hogy az asszonya mennyit petkálkodik? Nem vette számát, hogy a kicsiből is nagyot csinál? Soha nincs semmi dolga. Ráér örökké falukászni. Koma, én nem vettem számát, hogy az én asszonyom petkálkodna, de próbálkozok. S ha kennek igaza van, úgy megpallom az asszony, hogy abban hiba nem lesz. Ambrus szépecskén hazament a kocsmából, de Trézinek egy szót sem szólott, hogy mit hallott. Lefökítettek. Reggel az asszony jókor felkelt, s kiment fejni az istálóba. Ambrus is kikelt egy pillanatra a dunyhája alól, de csak épp annyi időre, hogy a szakajtóból egy tyúk tojáskát kivegyen. Megfogta a tojást, bedugta maga mellé a dunyhája alá. Egyszer csak jöbe Trézi a házba. Hát az embere még mindig az ágyban. Neki esett a nagy pofájával. Mi van, Ambrus? Miért nem kell fel? Én immár egy verset dolgoztam. Édes feleségem, ne veszek egy, mert hallod-e? Olyan dolog történt velem az éjjel, hogy nem is tudom. Mondjam-e, vagy nem mondjam? Ambrus benyúlt a dunyhája alá, kivette a tyúk tojáskát. Nézd csak, Trézi, az éjjel megtoltam. Ó, ember, mutassa csak! Hát ez tisztára olyan, mint egy tyúk tojás, csak egy kicsit nagyobbacska. Tudja mit? Inkább ne kelljen fel, hogy a nyavaja ölje maga azt a sok dolgot. Megkapja még holnap is. Most jutott eszembe, hogy a vederből kifogyott a víz. Elfutok a kútra, s mindjárt jövök. Ambrusék a falu közepére jártak vízért a közös kútra. Na, Trézi elindult. Alig várta, hogy valakivel összetalálkozzék. Bari nényét találta ott. Megölbendett. Mindjárt mondta. Jaj, Bari nénén, képzeljen, mi történt nálunk. Az emberem éjjel megtojt. Kettőt, éppen olyanak, mint egy lyuk tojás, csak egy kicsit nagyobbacskát. De nehogy valakinek elmondja, mert kacagásra leszünk téma a faluban. Ó, hogy gondolja, hogy én elbeszélem, amit Kentől hallottam? Olyannak ismer engem? Az asszonyok megtöltötték a vedeleket, aztán Bari néne úgy hajtott hazáig, hogy az úton a vizet mind kilötyögtette. Otthon szinte beesett az ajtón. Édesanyám, hallgass!
asszony, ide mit hallottam Trézi nénémtől? Azt hallottam, hogy hogy Ambrus bátyja éjjel megtolt hármat, éppen olyanok, mint egy gyúrtojás, csak egy kicsit nagyobb bacskák. A bátyja a szalmázsákból a szalmát mind kitépte. Úgy kerregtett, hogy meg se lehetett közelíteni. Lehet, hogy meg akart kotlani. De anyuka az Istenért el nem mondja senkinek, mert nem szeretné, hogy a fülükbe visszajutnak, hogy tőlem hallották. Hát ez csodálatos. Én még ilyet nem hallottam. Maradj csak, lányom. Most jutott eszembe, hogy elszaladjak a sógorasszonyhoz a tejverőjét, és mindjárt jövök. Az öreg asszony a lába közé kapta a pendélyt, és a falu végéig egy-egy futott. Ott aztán berontott a házba. Sógorasszony, sógorulom, képzeljék, mi történt nálunk. A felszegben a szomszédunk az a hitvány Ambrus éjjel megtolt. Négyet, éppen olyanok, mint egy gyúrtojás, csak egy kicsit hosszabb bacskát. Az ember a szalmázsákból a szalmát mind kitépte. De a világért el nem mondják senkinek. Hogy gondolja, sógorasszony, csak nem olyannak ismer bennünket. Így ment ez egész estig. Este felé már azt beszélték a faluban, hogy Ambrus bátyja éjjel megtolt 99-et. Ki is költötte? 33-a kakas lett, 33 kappant, 33 ércikét, és egy tojáska meg zápon maradott. Mire besötétedett, Ambrus úgy, ahogy egyébkor szokta, fejbe ütötte a kocsmáját, és eldöllögött a kocsmába. Mikor a szerencsétlen ember benyitotta a kocsma ajtaját, a komár szinte hanyatt este. Mi az, Ambrus? Kent itt? Hol kéne, hogy legyen? Azt hallottuk, hogy Kent az éjjel megtojt, ki is költötte. 33 kakas lett, 33 kappant, 33 ércikét, és egy tojáska zápon maradott. Kent meg úgy rúgta a ganét a csirkékvel, hogy meg se lehetett közelíteni. Ez beszélik, ez. No, az ántiát ennek a Trézinek, ez tényleg fegykálkodik. Én most haza megyek, s úgy megvallom az asszony, hogy abban hiba nem lesz. De mondok én valamit Kenteknek is. Ahhoz az egy tojáskához, amit én reggel kivettem a dunyha alól, az én feleségem csak egyet tett, a többit meg a csirkéket a Kentek feleségei ragasztották hozzá. Nem csak az én asszonyom plegykálkodik ebben a faluban. Menjenek csak haza, és adjanak az asszonyoknak. Hogy aztán megverték ki az emberek az asszonyokat, vagy nem? Én még ma sem tudom. De higgyék meg, a mi falunkban még lámpással se lehet kapni plegykás asszony rajtam kívül. Jó napot kívánok! Ez itt a Claudia Show. Mai műsorunkban a vegetáriánusokról lesz szó. Jöjjön első vendégünk, aki azt állítja magáról, hogy vegetáriánus. Nem tudom, hogy önök elhiszik-e, jöjjön Dili Dolly! Jó napot, Dili Dolly! Te hogy lehetsz meg, amikor ilyen fusos vagy? Hát úgy, hogy még csak egy hete kezdtem. És jártunk itt tréningre? Hát jártam a Sorbent Nozerthez, de az nagyon buta voltam. És mi a példaképed? A Béres Alexandra! És mit gondolsz, milyen lenne, hogyha húsos lennél? Róla. Hát, szerintem így is ott vagy. Jöjjön következő vendégem, aki azt mondja, hogy húsos. Bernie! Jó napot, Bernie! De egy nap sok húst teszel? Igen, egy tonnát. Életedben megkosztolnál egy meg a étel? Talán. És mit szólsz a vegákhoz? Azt, hogy igen, buták.
És hogy néznél ki, ha vegás lennél? Szerinted? Nagyon mutlám. És hány éves kódolta eszel húst? Mióta megszülettél? Igen. Majd még kérdezzek a végén. Jöjjön következő vendégem, aki azt mondja, hogy vegás. Jöjjön Okoska! Jó napot, Okoska! Miért vagy vega? Mert nem szeretem a zsíros ételeket. S hány éves korod óta? Okoska! Igen? Hány éves korod óta vagy az? Négy. És mit gondolsz azokra, akik mindenféle kaját tesznek? Nem normálisak. De mit gondolnál, milyen lennél, hogyha húsos lennél? Hát elég ronda lennék. És mit gondolsz, hogy Böldire, hogy ott mi a kéne? Túl sokat. És Didi Dolliról? Nem hiszem el, hogy vegás vagy. Csöndben legyél te történelmi több palánka. Mondd csak, tudtál szólni? Tudom. Mutass valami. Zenét kérek! Otthonról. De hol van az otthon?
következő vendégem, aki azt mondja, hogy vegás. Jöjjön, husi-nusi! Szia, Nusi! Hány éves korod óta lettél vega? 100. És hány éves vagy? 99. Nehéz elkészíteni egy vega ételt? Hát nem. És miből állnak? Saláta, szója, valami csom. Másból is még? Vagy csak ennyi? Másból is. És a hús is beletartozik? Az nem. Szerinted én vega vagyok? Igen. Igen? Hát nem talán, mert én húsos vagyok. Most kérlek, husi-husi, mondjál valami Dili-Doliról, Bölniről, meg a Magyiról. Dili-Doli, te miért vagy ilyen dogi? Ültök maradjál csöndbe. Te is. Te is. De és Bölniről mit gondolsz? Te mindig eszel korpát? Szanyira, mit gondolsz? Van szemüveged, Nagyi? Hol van? Otthon. És hallókészüléken? Azt nem használok. Szumbi, te miért hoztál párnát? Szökadni szám, szeretnek aludni. De most éppen nem alszol. Hát most nem. Köszönjük szépen. Hát, ugye mai vendégeink között is van, aki hamis. Kérem, szavazzanak! Thank you.
jók, most már nem kell túl sok a hónaphoz, legyetek jók, ha tudtok, a többi nem számít. Petőfi Sándor. Három fiú. Szólt az édesapa legelső fiához, amit tesz paripák nyergel és kantárhoz. Csap vissza fiam a gyepre paripádat, ne ülj rám, ne hagyd itt szegény, vénapádat. De felelt a fiú. Apám, el kell mennem, háború zajában hírt, nevet szereznem. S fölugrott alóra, kengyelben két lába. Sebes vágtatva ment háború zajába. Hazajött alul. De bezzeg üres nyerge. Ott áll kapunál. Kapálva. Nyerítve. Hova lett gazdája? Ellenség leszúrta. Fejét lenyiszálta és karóra húzta. Szólt az édesapa középső fiának. Amint ez paripák nyergel, és kantároz. Csapd vissza, fiam, a gyepre paripádat! Ne ülj rá! Ne hagyd itt szegény, vénapádat! De felelt a fiú. El kell mennem. Háborúk, hogy minden úton módon kincseket szereznem. S fölugrott alóra. Kengyelben két lába. Sebes vágtatva ment erdők vadonába. Hazajött aló. De bezzeg üres nyerge. Ott áll a kapunál. Kapálva. Nyerítve. Hova lett gazdája? Rabla fosztogata. A nemes vármegye végre megsokalta. Egyszer borotgatott fényes jókedvébe. Elfogták, s bevitték tömlött sötétségbe. Nedves tömlött falról sok kis csorga rája. Kivitték száradni. Az akasztófára. Szólt az édesapa legkisebb fiához. Eredj fiam te is, nyerge és kantároz. Szerez hírt és kincset, kövesd két bátyádat. Menj te is, menj, hagyd el szegény vénapádat. De felelt a fiú. Apám. Én nem megyek. Hírvágy, kincsvágy, soha nem bántott engemet. Gondolatom sem száll falu határán túl. Ásó kapa választ el minket egymástól. Állott is szavának, szent volt fogadása. Nem lett híre, kincse, de lett boldogsága. S apjával fogadta őt be egy sírverem. Rajta zöld pázsit, és tarka virágterem. I'm out of love.
reggel Andus gazda a kocsmába, éjjel olyan adta. Megharagított a feleségem, haragom most borral szelédítem. És azzal jár csak jól a nyelves asszony, hogy tovább is nem maradtam otthon. Mert ha még soká darál előttem, nem hiszem, hogy nyelvét ki nem tépem. Rossz asszony, rosszabb szolgálója, Andus gazdára lepegykát szórja. Otthon ülne ő, de felesége kivetette őt a ház elébe. Andus gazda hősnek iddogála, míg a bakter tüzetlen kiállta. Ekkor fölkelt, s hazakotródott, s tudja Isten most miként pusztított. Ám de éne újra visszatérem, Andus gazda, mi jutott eszébe? Hát lármázni kezd, de feleségem, s lármázott, míg végig nem keféltem. Ekkor hátat fordíték a háznak, reggelig most otthon nem is látnak. Gaz szolgáló, csak nem nyugszik nyelve, másnak meg már elír terjeszgette. Andus gazda honvolt, s visszatére, mert nem eresztébe felesége.